Köszönöm, egy apró javítás, nem virtuális fizetés, hanem készpénzmentes fizetéseknek a problémáiról lesz szó. Hadd mutatkozzam be, én még új vagyok ebben a társaságban, Hornák Zoltánnak hívnak, a Budapesti Műszaki Egyetemen alapítottam igazából azt a kutatólabort, ami ma már egy cég formájában, Szőrslap Kft. Néven működik tovább. Gyakorlatilag nemzetközi kutatásfejlesztéssel és mindenféle alacsony szintű biztonságtechnikával foglalkozunk. Mi általában ilyen firewallokkal, meg vírusokkal már nem, hanem ami lejjebb van, sok esetben még akár chipset szintű biztonságokkal is. Tipikusan mobiltelefonok belsejével, mobiltelefon operációs rendszerekkel, illetve mostanában set-top boxokkal, videórejtelezéssel és hasonlókkal, illetve hát a fizetési kártyákkal és az ezzel kapcsolatos megoldásokkal. Maga a készpénz helyettesítő módszer, biztos, hogy ti is találkoztatok vele sok helyen, olyan helyzetekben, fesztiválokban, de akár üzletekben is, ahol nem akarnak készpénzzel játszani, ott különböző megoldásokat alkalmaznak, vannak a bankkártyás megoldások, ezeknek széles körű alkalmazása van, mindenki találkozott velük, de ezek nagyon drágák, tranzakciós díjaik vannak és egyebek, ezért mindenki próbál ez alól a megoldások alól kibújni. Vannak aztán olyan széles körű megoldásra szánt egyéb megoldások, amik nem a hagyományos bankkártya módszerekkel működnek, ilyen akár az újonnan bevezetett szép kártya, vásárlási utalmányok és hasonló. Ezek mindegyike, mivel készpénz pénzt jelent, ezért megpróbálnak vele visszaélni. Aztán vannak még egyedi megoldások is, fesztiválokon, éttermekben, de akár strandokon is találkozhatunk velük. És igazából az előadás már erről szól, hogy ezeken a területeken mi a gond. Ami a legnagyobb problémája biztonsági szempontból ezeknek a megoldásoknak, hogy annak ellenére, hogy azt hinni az ember, hogy kis összegekről van szó, néha 10-20 ezer forintban maximálják azokat az összegeket, amiket az ilyen készpénz helyettesítő módszerekkel alkalmaznak, hogy emiatt nem olyan nagy a kockázata, lehet egy kicsit lazábban venni a biztonsági követelményeket. Mutatok majd példákat arra, hogy ez nem igazán így van, mert abban az esetben az emberek rájönnek azokra az apróságokra, hogy ezt az egész rendszert ki tudják kerülni, összedőlhet az egész rendszer, adott esetben egy egész fesztivál is. Igen. Hoztam egy nagyon régi példát, hogy megmutassam azt, ami Magyarországon régen volt, és sokat lehet volna beszélni, ez a végtelenített telefonkártya. Annak idején mennyi volt egy telefonkártya maximális összege? 600 forint, ha jól emlékszem. És a 600 forintért nekiálltak az emberek hamisítani a telefonkártyákat. És miért? Azért, mert az első verzió annyira bagatell volt, hogy volt rajta egy írásláb, hogyha az ember leragasztott, akkor ugye amikor vette le az egységeket, nem tudta beleírni a flash romba az elhasznált egységeket, és végtelenítették. Na ezt nagyon hamar azért kiküszöbölték. Ilyenkor kellett egy kis trükkös áramkört építeni, ami hogyha úgy érzékelte a telefonkészülék, hogy elfogytak az egységek, akkor újra töltött az egészet, volt, ami gombot kellett nyomni, aztán az advanced verzióban már gombot se kellett nyomni, és ezek nagyon frankán működtek. Aztán fejlesztették hozzá a telefonkészüléket, ami mindenfajta kapacitás és ellenállás méréssel kitalálta, hogy itt nem egy eredeti telefonkártya van, hanem valamit hamisítottak hozzá, de ügyes emberek nagyon hamar rájöttek, a piacon kapható nagyon hasonló chip, aminek ugyanolyan az elektronikai paraméterei, mint az eredeti chipkártyának, így mindenféle trükkös módszereket tudtak építeni. Sajnos ezek az ábrák most itt a kivetítőn nem jönnek át nagyon szépen, de a különböző verziókról készített képeket mutatják. És ami az érdekes, hogy hiába cserélték le nagyon sokszor ezeket a telefonkészülékeket, az újabb és újabb verziók sorban jelentek meg. Miért? Mert kiépült egy piac, lehetett jó árért kapni ezeket a végtelenített telefonkártyákat, sok esetben cseregaranciával. Ami tanulság van belőle, az első változat nagyon gyenge, az emberek rájönnek, hogy törni lehet, közkézen forog, utána hiába erősítik a rendszert, újabb és újabb módszereket találnak ki annak érdekében, hogy ezeken át lehessen hatolni. Na most, ami az utóbbi hetekben, vagy talán egy hónapja is van már, itt a Sziget Fesztivál kapcsán nagy média visszhangot kapott, az a Sziget Fesztiválon használt fesztiválkártya, amit a MetaPay cég fejlesztett ki, kötelezővé volt téve ezeken a fesztiválokat, tehát nem lehetett megkérni, mindenkinek ezt kellett használni. Igen, ám csak az a pénz, amit erre fizettek, ezek után mások által is használhatóvá vált. A módszer nagyon egyszerű, valahogy meg kell szerezni, hogy ennek a kártyának mi az azonosító sorszáma, ezzel a sorszámmal regisztrálni egy webes vagy SMS-es felületet, majd bebattyogni a készpénz visszafizető álmásra, hogy elvesztettem a kártyámat, itt a sorszáma, itt van a titkos kód, amit a regisztráláskor megadtam, adják vissza a pénzt, és visszaadják a pénzt. Na most hogy lehet ilyen regisztrációs számot szerezni?
nagyon egyszerűen, vagy valaki lefényképezi azt, amikor valaki fizet vele, vagy a nyakába lógatja, de ami sokkal egyszerűbb, hogy a pénztárbevételi bizonylaton, amit ugye mindenki kidob az első kukába ott, ahol feltölti a kártyáját, ott egy kis kukázással rengeteg ilyen sorszámot lehet találni. Na most, ugyanezzel a módszerrel próbálkoztam máshol, ez az Aquaworldbe mentem a sziget után csúszdázni egy nagyot. Ott is hasonló módszer van, hát nem tudom mennyire olvasható messziről. Ez itt egy feltöltési bizonylat, ez itt egy záró visszafizetés, ami visszafizették a maradandó összeget, ez meg a karszalag, amit adtak. Ki látja meg, hol a hiba? Mindenütt ugyanaz a szám, jó, nagyon föl van tüntetve. Ezt a számot valaki egyszer ide erre a vonalkódra rá tudja műteni, tud egy ilyen vonalkódos szalagot csinálni, oda megy, oda tartja, odaadják neki a 10 000 forintot. Oda megy, oda tartja, adnak neki még 10 000. Működik. Találós kérdés, mi ez az N26? Ez a megőrző kulcsának a száma. Az azt jelenti, hogy ha én berakom az autókulcsot a megőrzőbe, adnak helyette egy másik kulcsot, aminek a számát ráírják a karszalagomra. És ezek után valaki fog egy karszalagot, ráírja ugyanazt a számot, amikor ellopja tőlem az értékmegőrző kulcsot, és kiadják neki az én kulcsot. Mi a gondom ezzel az egésszel? Az, hogy az ilyen fizetési módszerekre nem hogy ajánlások, nemzetközi szabványok léteznek, ez a PCI DSS megoldás tényleg egy széleskörű, minden ilyen apró buktatót magába foglaló, egészen széleskörű szabvány. Erre kialakult auditorhálózat létezik, különböző tanúsítványok, szertifikétek állnak rendelkezésre, hogy ha egy valaki egy ilyen megoldást akar csinálni, legalább ugyanazokat a buktatókat ne kövesse el, mint ezren előtte. Ma, ha körbe megyünk, mindenki keresgélni fogja. Biztos, hogy benne a következő Sziget Fesztivál, a Hold Fesztivál, mindenki azt fogja keresni, hogy na, hogy lehet visszaélni a maradék lukakkal, ami a rendszerben megmaradt. Ott már nem lesz elég egy kicsit erősebbet, kicsit jobbat csinálni, ma tényleg egy igazán biztonságos megoldást kell csinálni. Köszönöm szépen, és várom. Igen? Ami az érdekes, hogy ezzel most például azzal a módszerrel, amit mi bemutattunk, nem ingyen sört lehet kapni, hanem pénzt lehet visszakapni. És az a lényeg, ahol pénzt lehet kapni, készpénzt, aminek nincs szaga és más is elköthetett, ott jelenik meg igazából a motiváció a támadók oldalára. Ezt nagyon fontos, hogy mihez pénz van a dologban, visszajön. A kérdés nem ismételhetett meg, csak hogy tudod, ja? Én nem iszom sört. Igen? Igen, csak a PIN kódot az adja meg, aki regisztrál. Tehát, hogyha valaki vesz egy kártyát, kap hozzá egy kódot. Ezt a kódot, aki beírja a webben, ő találja ki a PIN kódot, amit hozzá kell írni, és akkor onnantól kezdve lenne. Igen? A kérdés az volt, hogy történt-e ilyen módon visszaélés a szigeten. Nem. A MetaPay úgy nyilatkozott, hogy nem volt ilyen visszaélés. Viszont maga a módszer ismert a Volt Fesztivál óta, utána a Balaton Soundon ezt tesztelve lett beletmutatva a MetaPay-eseknek, és rimánkodtak, hogy ha a sziget előtt ez nyilvánosságra kerül, akkor az egész Sziget Fesztivált bezárhatják, mert nem tudják ilyen rövid idő alatt kijavítani a hibát, és ha belegondolsz, hogy ott mekkora pénz forgott kockán, az nagyon sok lett volna. Igen? Nem látod az problémának, hogy ugye ma az összes ilyen kártya, akár a PayPal, a PayPal, meg az ilyen típusú kártyák, azok Master Classic 1-es tartalmaznak, amiről tudható, hogy máshol az. Milyen veszélyhelyzet van ebben a világszín? A probléma az, hogy az a fajta módszer, amire te hivatkozol, az már egy mély technikai tudást feltételez. Míg ezek a fajta problémák, amelyekre most én például felhívtam a figyelmet, ezek meg egyszerű, bárki által megérthető, megismételhető jellegű dolgok. A Heimegen Egyetemen föltette a videót, és 2600 euróért meg lehet venni azt a kitet, amivel ezeket a kártyákat tökéletesen lehet... A mágnes kártyás bankkártyákkal fizettünk éveken keresztül, amit még egyszerűbb volt másolni. Ezt a magunk helyet kellett megközelíteni.
Én is a kockázat alapú biztonságban hiszek, tehát ha tényleg tökéletes biometrikus azonosítás alapú készpénz helyettesítő megoldásokat akarnánk csinálni, akkor lehet, hogy lehetne valami olyat csinálni, ami kellően erősségű, de nem hiszem, hogy ezt szeretnénk. Még egy utolsó kérdés. Akkor még itt előbb. Hogyan tennéd biztonságosabb a menetét? Adtunk nekik számos javaslatot, amelyekből többet meg is fogadtak. Az egyik például olyan, hogy a regisztrációhoz ezen a pénzfeltöltési bizonylatra írjanak rá egy olyan PIN-kódot, amelyet tudsz úgy regisztrálni, hogy neked kelljen a kártya és az azon lévő szám, az ne legyen rajta ezen a cetlin, a feltöltéskor kapott PIN-kódot is meg kell adni. Valami ilyesmit csináltak, már az űrlapmező meg is jelent a Sziget Fesztivál, csak nem működött. Tehát akármit beírtál, működött. És ha ezt megcsinálják, ez még nem jelenti azt, hogy nem marad benne más hiba. Tehát az igazi megoldás az, hogy menjenek végig az egész rendszeren, menjenek végig a szabványokon, auditáltassák a rendszerüket rendesen. Köszönöm szépen!